Sziasztok, Rácsán a Zsófia vagyok, Rass, és a Rass projekt harmadik évfordulójának alkalmából most válaszolok három általatok küldött kérdésre, úgyhogy nézzük is meg a következőt. A kérdező egy olyan helyzettel küzd, amiben a párjának van egy gyermeke, és terhelt a kapcsolat a gyermek édesanyjával, és ahogy megértettem az üzenetből, ez egy eléggé mindenki számára terhes felállás most jelenleg, és ebben szeretne egyensúlyt teremteni. Az a helyzet, hogy sajnos akkor, amikor egy családi rendszerben van elcsúszás, feszültség, nehézség, akkor azt egyedül egy ember nem fogja tudni megoldani, és egy embernek eléggé limitáltak a lehetőségei a tekintetben, hogy egy rendszer egészében egyensúlyt tudjon teremteni. Ezerféle élethelyzet van, azért az egy nem kifejezetten könnyű helyzet, amikor egy gyermek van ebben a történetben, aki a párunknak a gyerkőce, és konfliktusos a kapcsolat az anyukával. Szóval, hogy ő itt több specifikum is volt ebben az üzenetben. Minden esetre az a helyzet, hogy ez egy több szereplős játék, hogyha ezt az ember rendbe szeretné tenni, és iszonyatosan nagy tudatosságot igényel mindenki részéről az, hogy ez egy ilyen békés, jól működő együttélés legyen. Itt nagyon-nagyon fontosak a határok, a szabályok lefektetése. Különösen nehéz ez a helyzet, hiszen többféle értékrend ütközik egymással. Ugye az van, hogy ez sokszor egy új élethelyzet, ami változást jelent mindenki életében, és ameddig egy változás zajlik, és benne állt egy fix állapotba, tehát nem értem ez alatt azt, hogy nem letisztázottak a keretek, addig ez feszültséget generál, szóval ami elengedhetetlen, az végtelen mennyiségű türelem, empátia, nyitottság, és hát a kommunikáció. Szóval itt az elengedhetetlen, hogy a pároddal nyíltan, őszintén és megfelelően tudj kommunikálni, tudjatok beszélni mind a kettőtöknek a szükségleteiről, nem beszélve a gyerekről. Szóval itt annyira sokféle nézőpontot kell egyszerre figyelembe venni, hogy az alkalmazkodó készség és a rugalmasságnak a fejlesztése az elengedhetetlen. Alapvetően azt gondolom, hogy ezt belülről egyedül nagyon-nagyon-nagyon nehéz megfelelő módon kezelni, vagy egy jobb szintre hozni. Tehát ez egy olyan helyzet, ami a szakmai segítség kell. Párterápia, családterápia, mert belülről egy rendszert sokkal nehezebb megváltoztatni, mint szakmai segítséggel, úgyhogy valaki fogja a kezeteket, és segít megtalálni azokat a fontos pontokat, amikben meg kell egyezni, fordítani egymásnak a nézőpontokat, mert mit úgy értem, hogy nyelvtelenleg fordítani, hogyha nem teljesen jól értitek egymást. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a szakember segítsége elengedhetetlen. Szóval azt gondolom, hogy itt rengeteg beszélgetés, rengeteg figyelem egymáson, iszonyatos türelem, alkalmazkodó készség, az nagyon-nagyon fontos. És mindeközben, mert az ember ilyenkor ugye küzd a kapcsolatáért, küzd a gyerekért, küzd ezért az egész egységért, és ekközben szerintem nagyon fontos megőrizni így a saját magunkkal lévő fókuszt, és ez nem önzés, ez egyszerű önszeretet, meg önvédelem, meg önmagunkra való odafigyelés. Szóval azt nagyon fontos tudni, hogy mi az a szint, határ, ameddig nekünk ez még így jó, vagy ameddig ez viselhető, és meghúzni a saját határainkat a rendszeren belül. Remélem, hogy hasznosak voltak a gondolataim. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy kérdeztetek. Ezt a többi videóban nem mondtam el, de ez az utolsó, amit időben így sorrendben készítek. Szóval nagyon köszönöm, hogy megtiszteltetek a bizalmatokkal. Elnézést azoktól, akiknek nem válaszolok most. Nagyon sok kérdés érkezik, privátban is sokszor, és hát azért a pszichológia meg a pszichológusi lét az sajnos nem egy ilyen online tanácsadós történet, de most tök jó volt, hogy erre volt tér, hogy azért egy-két témával kapcsolatban röviden megoszthattam a gondolataimat, bízom benne, hogy segített, nagyon köszönöm még egyszer, hogy megtiszteltetek a bizalmatokkal, remélem, hogy hasznosnak találtátok, amiket elmondtam, hogyha igen, akkor figyeljétek a különböző platformjaimat, Facebookon, Instagramon, YouTube-on, és legyetek jók, sziasztok!